Ezen a héten csütörtök este is folytatjuk az aluljárós történeteket. Van egy ilyen letargia, ami így az emberekkel így szép lassan így rátelepedik. Ez lehet érezhető. Nincs jó kedv, nincs türelem. Nagyon pici dolgokon emberek összevesznek. Van olyan, hogy elvágyódik innen? 0-24-ben. Mert láttam már jobb helyet is ennél. Tehát én egy évig dolgoztam Hollandiába. Hát szerintem az a hold másik felén van. Az életmódja vagy az életstílusa is kicsit ilyen punkos? Amúgy, hogyha így nincsenek kötöttségeim, akkor igen. Csak most kezdtem az egyetemet, és akkor így rendben ráztam magamat, meg így nem bulizok annyit, nem is iszok annyit. Dolgoztam a Valentinónak még 16 évesen. Ó, hát ja, akkor kétszer, ez jó volt. Rögtön a csúcson kezdte. Ja, és aztán abban is hagytam ott. Így a 30-as éveim elején, közepén már azt a szorongást is elengedtem, hogy hány éves vagyok, és hogy még mindig nincs férjem. Egyébként most sincs, de nem is szeretnék, de ez egy másik téma. És hogy valahogy így a 30-as éveim közepetáján jött az, hogy én igazából, ha nagyon magamban nézek, akkor nem vágyom gyerekre, és hogy én teljesen jól meg vagyok. Én nem másnak az életét szeretném élni, nem egy mások által elvált életet szeretnék, hanem egy önazonos életet, és hogy a saját belső iránytűm szerint szeretnék haladni. Már ma reggel is azzal indította a napot, hogy ivott? Igen, igen. És mennyit, miből? Egy fél literről. Gyakran az, meg egy doboz. Jó hideg déhel. Enélkül a szervezetem... Foglalkoztatja a politika? Nem. Olvas újságot? Nem. Néz tévét? Nem. Nem hallgat rádiót? Nem. Egész napja abból áll, hogy iszik és dolgozik? Igen. Van néhány hobbim, de ezek általában az évszaktól függenek. Ezek visszatérő szezonális hobbik. Tehát, hogy van tavaszi hobbi, meg van őszi hobbi? Sőt, van szeptemberi hobbi, októberi hobbi. Mit szól a környezete hozzá, hogy önnek egy ilyen nagyon, hogy úgy mondjam, rendhagyó hobbija vagy szenvedélye van? Édesapám egy ideig nem barátkozott meg ezzel, de... Mit mondott? Hát, hogy ezt a hülyeséget hagyjam abba, mert hogy így nem lesz egy értelmes lány, aki hogyha feljön hozzám, akkor... ott is marad.